Így már hetedik alkalommal rendezték meg a Székely Bált Székesfehérváron, április 13-án szombaton, amelynek ezúttal is a Mercure Hotel magyar király adott otthont. Juhász László, a Székely Bál alapítója elmondta, a bál azért jött létre, hogy a határon túli magyarságra felhívják a figyelmet, és Csonka Magyarország és Nagy Magyarország között a kapcsolat élő legyen. A legfontosabb jelentősége, hogy a határon túli magyarságra felhívjuk a figyelmet, és Csonka Magyarország és Nagy Magyarország között a kapcsolat élő legyen. És az idei hetedik Székesfehérvár Székely Bál tekintetében is azt gondolom, hogy erre nagyon-nagyon jól fel fogjuk hívni a figyelmet, hiszen egy határon túli Máréfalvai erdélyi székelyföldi települést fogunk támogatni, illetve az első írott magyar sajtót Kárpáten, mely 1920-ban alakult a Kárpátai Igaz Szó, a Kiszó újságot, és az ő magyar szó megadásáért jót közdelmével fogunk segítséget nyújtani, egy nagyon színvonalas és egy nagyon jó műsor mellett. Székesfehérvár alpolgármestere is a bál vendége volt. Elmondta, az esemény arra is lehetőséget teremtett, hogy a fehérvári vendégek határon túli honfitársaikkal találkozhassanak és beszélgethessenek. Ez egy jótékonysági bál. Igaz, Székely Bál a neve, Székely földről is érkeztek vendégek ide a bálba, többek között Erdélyből, Marosvásárhelyről és pedagógusok. Deák Lajosné önkormányzati képviselő úgy fogalmazott, hogy a bálnak hatalmas jelentősége van, hiszen az összmagyarságért lett életre hívva. Én úgy érzem, hogy a történelmi mi voltunkból is Székesfehérvárnak kötelessége kiállni a határon túli magyarságért, támogatni őket, és ez a bál egy nemes célt szolgál. Aki itt van, az úgyis gondolkodik, ahová a Jóisten munkát ad, oda áldása is elkísér bennünket. A hetedik jótékonysági Székely Bálon fellépett a Máréfalvi Rozetta együttes tánccal és népdalcsokorral, a Kormorán együttesből Vadkert Imre, a talpalávalót pedig a Viking zenekar biztosította a vendégek számára.